Jó estét, mi történik? Nem tudom, itt ilyen idegen alakzatok mozognak. Tudod, igen? Olyanok, mint a, hogy hívják alatt? A 2006-os. Igen, hát ilyen szélső jobboldalinak tűnő emberek. Aha, értem. Bocsánat, kérhetek egy kis segítséget? Igen. Mi történik? Az történik, hogy egy csomó biztonsági ember szivárgott el autókkal most el. Kijöttek onnan a csomó biztonsági több hullámba kiérkezett a... Bejöttek, vagy... Kint kijöttek az épületből egy csomó biztonsági több hullámba. Gyuri, te láttál már ilyet? Hát ilyet nem. Ilyet nem. Pedig már elég sok mindent láttam. Tehát amit láttál, az volt, hogy... Hát, hogy tulajdonképpen próbálkoztak azon, hogy kiszorítsák innen a tüntetőket. De ide galád, is jöttek az előbb? Módon. Nem. Direkt a mellette lévő ajtóba jöttek be, este 10 óra után, tehát nyilván nem ez a normális mozgása ennyi embernek. És hát... megy el egy autó? És hát... Hol? Melyik autó? Fehér autó megy el. Bocs. Nem rendőr. Vagy Ádám. Tessék. Így szíves, gyere onnan. Jó, csak ide jöttem. Így szíves, gyere már el. Saját magadnak minden volt. Rendőröket nem. De ők kérték. Ja, de én őket nem kérdeztem. Oké. Rendben. Jól van! Én nem, én a rendőröket nem. Csak annyira film ezek, amennyire kell. Vagy halljuk a konverzációt. Most elmenőben van, azt mondják, én csak úgy jöttem ide, elmenőben van néhány tucat biztonsági ember, akiket éppen rendőrök igazoltatnak, hogy így hívták a rendőrség. És beletettem egy névjegyemet, hogyha itt a kavarodásba. Igen, a második audit is nézze mindenki. Ezek, amik jönnek, lassítanak kocsit, rendszámokat, tudjuk lényezni. Óvatosan, hogy mondjuk. Ez a kocsi innen. Melyik ott van? HPT. Mennyi? Minden lehetséges. Feltétlen arról van szó, hogy provokálni jön, nem tudjuk, de hát akkor is most valóban jött egy autó, amiből ilyen fekete ruhás emberek kiszálltak, és hátul a hátsó bejáraton mentek be. Hát, és nem tudjuk, hogy kicsodák, itt csak sejtések vannak, pánikot nem akarunk csinálni, és nem akarjuk azt, hogy cirkusz legyen. És nem
akarjuk azt se, hogy olyan helyzet álljon elő. Történt, el tudod mondani, hogy... Nem egészen pontosan tudom, nekem az a gyanúm, hogy annyit tudok, hogy fölvett valószínűleg egy új biztonsági céget a MTV-a, vagy felbérelt, vagy valami, mert egészen ismeretlen emberek jönnek, biztonsági őrnek kinéző emberek is, és felbéreltnek tűnő emberek is, itt hószálnak, nem szoktak ilyenkor kopaszok. Ilyen emberek itt mászkálni, kopaszok, ülnek be a kocsiba, mennek el. Nem tudom, én szerintem itt valahol a közeli utcákba leparkolnak, és hajnal 4-kor, vagy nem tudom, egy erre ide fognak jönni, szerintem. De hát ilyen szennyel magyar köztársaság nem csinálhat semmit sem. Hát nem, annyit tudok csinálni, hogy itt vagyunk, és... De nem, tehát, tehát azért ez mégiscsak egy állami intézmény, az állami intézmény nem bérelhet el bűnözőket. Arra, hogy a céljait érvényesítse. Igen, egy állami intézmény nem hazudhatna mindenkinek a szemébe. Ma például a 168 órában megjelent a Szabó Lászlónak a levele, nem tudom, azt olvastad de 168 óra föltett neki kérdéseket. Azt mondta, hogy a sztrájkolók bent aludhatnak meleg helyen, biztos, hogy nem zavarja őket a fény meg a zene, éjszaka nyugodt álmuk van, egyáltalán nem fáznak. Azt hiszem, hogy ezt a te videóidból kiderül, hogy ez mekkora egy hazugság. Mai nyilatkozat. Azok után, hogy a Balázsékot tegnap előtt kirakták még őket is a szobából, és ezt ma írta. A bokrok elindultak hazafelé. Hol a levesem? Na hát megint érdekes fejleményeknek voltunk tanúi. Azt láttuk, hogy megjelenik 30-40-50 sötét kabátos emberke, akik mozognak az épületen belül, ahogy nem tudnak bemenni a szakszervezetű tisztségviselői, csak egyesével, de láthatóan őket nem egyesével vitték be. A hátsó Bojtár utcai bejárat felül is bementek, ki nagy zsipekkel, ki fekete kocsival, ki lerobbant kocsikkal. A rendőrség is egy járőre megjelent, az egyik kocsinál igazoltatás is történt, majd megkérdezzük holnap a BRFK-t, hogy történt-e bármifajta rendőri intézkedés. A úri emberek elég csúnya kinézetek voltak, de hát nem ebből ítélünk, nem tudjuk, hogy ki voltak ők, de a mai és a korábbi események kapcsán érthetően itt a civilek nagyon nagy aggodalommal fogadták, hogy itt megint valami fajta erőszakkal való fenyegetés történik. Az úri emberek eltávoztak. Látták a kopaszokat? Milyen benyomást keltettek ezek a jó emberek? Én úgy érzem, meg akarták félemlíteni a tüntetőket. Miért? Olyan csúnyák voltak? Sokan voltak sötét ruhában. És olyan fenyegetően egyszerre közeledtek. Mindegy, semmi gond, ráérünk. Vissza fognak jönni?
Igen, amikor majd kevesebben lesznek. Tehát elmentünk arra, mert valaki azt mondta, hogy a MTV udvarának a hátsó részében ilyen 20 vagy 30-an gyülekeznek, és akkor több kocsival elmentünk felváltva, és ott bent az udvar területén volt egy eligazítás, és az eligazítás után kijöttek, és eljöttek, és mentek hazafelé, de itt parkoltak le, és amikor itt azt már láttad te, és amikor ide érkeztél, akkor szálltok be a kocsiba, és akkor mentek el. De hát ilyen elég drága jeepek is álltak ott, ilyen BMW jeepek, a díszlet raktárral szemben, a Bolter utcában, tehát nem tudom, hogy ez a többnapos nem alvás készített ilyen képzeteket, hogy ezek minket akarnak megtámadni, vagy tényleg. Tehát én nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy statisztáltak valamilyen darabban? Nem, hát én arra is gondoltam, hogy esetleg drogdílerek, és esetleg itt osztják a kokaint, tehát nem feltétlenül azt mondom, hogy nem is biztos, hogy az MTV-vel kapcsolatban állnak, tehát nem tudom, mert az MTV területén is voltak rossz kinézésű emberek, és avval szemben is. Tehát ez egy ilyen bonyolult dolog. Nem tudok többet mondani. Ez beépült, úgy láttam. És az egész csak vakárna volt. Nem az alvilágot gyűjtik össze azért, hogy azt már azért csak nem. Tehát majd a következő fokozat lesz. Egyelőre a krokodilokban gondolkodunk esetleg. Cápák itt a medencében. De legalább lesz állatkertését. Nem csak lakóparkunk. Mindenre fel vagyunk készülve. Éhen fognak halni a krokodilok, majd csak gyümölcslevet kapnak. Húsleves nem adunk nekik. Csak céklalét. A húsleves a milyen. Koleszterin túltengésben mi akarunk elpusztulni. Tehát nem éhen halni fogunk, hanem a koleszterin még. Igen. Igen. Krokodiltől ide hívjak, mert hogyha lehetsz már. De remélem az elég lájtott. Addigra kihullanak a homok. Igen, jól vagyunk egyébként. Nem, most korbus az itt végezzen. Nem találja. Milyen napon ma csütörtök? Hát meg nem mondom, hogy milyen napon ma. 29-e van. 29-e van ma? Elindultál? Igen. Tehát, hogy ma 29-én durván olyan másfél órával ezelőtt, 10 óra magasságában. Azt vettük észre, hogy itt a B-portán gyülekeznek fiatal suhancok közöttük. Egy, amelyik nagyon kitűnt, kopaszra volt borotválva. Fekete surranó bakancs, tehát ez a egy-két fazon hasonlított a szélső jobbos arculatra az öltözéke. Aztán az egyik tüntetővel ide jöttünk közéjük, hogy meghallgassuk, hogy miről van szó. És akkor különböző kis csoportokban ők gyülekeztek, és két fiúval elkezdtünk beszélgetni, és kérdeztük, hogy balhézni jöttek. Azt mondták, hogy nem balhézni jöttek, de egyértelműen kifejtették, hogy mi a fenéért éhségsztrájkolnak itt az emberek, meg miért vannak itt, meg hogy semmi értelme nincsen. Aztán kijött valaki a televízióból, egy hasonló piros dzsekis ember, mint amilyen rajtam van, és akkor ott köré álltak. Közelebb mentünk, akkor ők arrébb mentek. Megint arrébb mentek, mi megint mentünk utánuk, aztán jobbnak láttuk mi is, meg ők is, hogyha nem kíváncsiskodunk, és elindultak itt az utcában végig, elmentek az utca végéig, és a hátsó kapuhoz, ahol a garázs bejárat van, oda mentek be. Ez azért érdekes, mert ott soha nem volt személyi forgalom a hátsó kapunál. És körülbelül egy jó óra hosszáig, ha nem tovább, ugye kétszer is visszamentünk itt különböző csoportok autókkal,
ott is voltak autók, ott fekete jeepek, drága autók voltak. Néhányuknak itt volt lerakva az autójuk, és körülbelül másfél óra után bent voltak a televíziók területén. Pont akkor voltunk, amikor megint kijöttek, tehát ott volt valamilyen eligazítás. Aztán kijöttek, és elkezdtek különböző autókba beszállni, kisebb-nagyobb csoportokba érkeztek. És akkor érkezett meg a rendőr autó, amikor az egyik utolsó autó indult el, őket igazoltatták. Aztán elment mindenki. Ennyi volt. Arra megérkeztem. Tapasztaltál te valaha ilyet, amíg még a televízió dolgozója voltál? Hát azért érdekes, számomra a legmelbevágóbb az, hogy bemehettek a hátsó portán, ahol ugye csak a televíziós autók jöhetnek, mehetnek be. Igazolták ők magukat? Az nem tudom, hogy igazolták, nem igaz, az látszott, hogy úgy mennek be, mintha tudatosan hazamennének, tehát hogy nem idegenként mozogtak, hanem vezetve voltak, tehát hogy valaki a televízióból hívta, vitte őket, tehát úgy mozgott a csoport is. Ugye egy ember állt körbe, és körülötte álltak többen. Tehát, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy a televíziónak a szervezésében történt. Hogy pontosan kik voltak, vagy kik nem, a sajnos nem tudom. El tudod képzelni azt, hogy valamilyen sztrájktörő csoportot szerződtetnek, mint a 19. században? Igen, arra gondoltunk, hogy ezek a fiúk nem véletlenül jöttek, és mondjuk az az egy mondat, amit említettem az imént is, hogy miért sztrájkolnak itt, ennek semmi értelme nincs. Az teljesen egyértelmű, hogy ők nem meleg teát vagy meleg levest hoztak ide nekünk, hanem azzal a szándékkal jöttek, hogy valamilyen módon megakadályozzák, hogy mi itt legyen. Ami a legelkeserítőbb ebben a dologban, hogy ezt a televízióról belülről szervezték, és ugye amikor megérkeztek, azt láttuk mi is, hogy a biztonsági őrök a üvegen falon belül nagyobb számban jelentek meg az ajtóban, mint ahogyan egyébként szoktak. Tehát ha itt a biztonsági őrökkel, a szolgálattal valamilyen kapcsolatban kellett, hogy legyenek ezek az emberek, mi arra gondoltunk, igen, hogy talán lecserélik a biztonsági szolgálatot egy keményebb markánsra, akik majd hasonlóképpen, mint ami reggel volt, hogy valami hasonló markáns fellépés történik, majd ellenünk, hogy elmenjünk innen. De mondom, nem megyünk el innen, sőt, egyre többen leszünk. Azt hallottam a rádióban, hogy a KDNP felszólította a Magyar Televíziót, hogy biztosítsa a normális működést, magyarán szüntesse meg ezt a vésőstrájkot, ami... Hát ez egy érdekes szituáció, ez egy törvényesen bejelentett vésőstrájk. Ameddig az erőnk engedi, és fizikailag itt nem semmisítenek meg bennünket, addig itt leszünk minden nap. Addig, ameddig nem teljesítik azokat a kéréseket, azokat a követeléseket, amit mi kérünk. Tisztességes magyar médiát szeretnénk, tisztességes közszolgálatot szeretnénk. Ez a szándékunk, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embert, mert nagyon sokan jönnek, SMS-eken jelzik, idős bácsik jönnek, idős nénik jönnek, és a szolidaritásukat fejezik ki. Tehát ez nagyon sok embernek ez a vágya, hogy ez az ország végre tisztességesen működjön. Nekünk is ez a vágyunk.